Sziasztok! Ez a Pergamerahány szavak csatornája, és a mai videóban megmutatom, hogy miket olvastam decemberben. Decemberben 16 könyvet sikerült elolvasnom, és ezzel meg meglett a 130 olvasásom az éven, úgyhogy így pont kerekre hoztam ki a számot az év végére, de igazából decemberben most nem volt olyan nagy rákapcsolás, hogy meglegyen a kívánt mennyiség, amennyit elterveztem az évre, hanem ez már csak ilyen kis plusz volt, és sok mesekönyvet olvastunk a kis hugommal, úgyhogy ezért jött ki ilyen sok. De nézzük is, hogy mik voltak ezek. Legelőször az obsidian olvastam el, amit ugye még az előző hónapban kezdtem el, és aztán decemberben fejeztem be. Na most erről a könyvről már egy külön videó van, amiben beszélek arról, hogy mennyire olyan volt nekem, mint az alkonyat, és hogy ez végül is pozitív dolog volt, mert négy és fél csillagot kapott, szóval nekem nagyon tetszett, nem gondoltam volna, hogy ennyire beszippant ez az ufós, ifjúsági fantazi, de nagyon pozitív meglepetés volt tényleg. Rögtön Elolvastam a második és a harmadik részt is. A második rész az Onyx volt, amit nagyon-nagyon szépen köszönök a könyvmoly képző kiadónak, mert ők küldték nekem el ezt a kötetet. A harmadik kötetet nem tudták, mert nem lehet már nagyon kapni, csak kemény fedelesbe, én pedig az összeset puhában olvastam, de végül egy mai azt is sikerült nagyon nehezen megszereznem. Na, az Onyxról annyit tudok elmondani nektek, hogy majdnem ugyanolyan jó volt, mint az Obsidian. Végül négy csillagot kapott, csak egy fél vontam le, mert én ezt is nagyon elvettem nagyon-nagyon pörgött az egész történet, ugye itt már a főszereplőnk Kéti, és a másik főszereplőnk Damon is sokat változik, és bár Kéti nagyon a hátrányára változik ebben a részben, amit nagyon-nagyon sajnálok, addig Damon fejlődik a kapcsolatban, amiben így belekeverednek, fejlődik érzelmi szinten, egy kicsit túl lett húzva ez a rész. Úgy éreztem, hogy nem annyira haladunk. Egy kicsit még szeretnék húzni a szerelmi szállat is az írónő, mert ugye ebben a részben sem érünk el oda Kéti és Démon kapcsolatában, ahova szeretnénk, úgyhogy ez egy kicsit zavart. Bejött egy új szereplőnk ebben a részben, Blake, aki, hm, hát az a Jacob-szerű karakter volt, akit nem hiányoltam az Obszidiánból, de hál' Istennek máshova futott ki az ő szál, úgyhogy ez nem volt olyan vészes. Viszont kéti, egyre gyerekesebb lett Blake-kel kapcsolatban, Démennel kapcsolatban, és az egész mindennel kapcsolatban. Illetve bejött egy teljesen új szál, egy ilyen természetfeletti szál, amin. Nem nagyon hökkentünk, meg nem nagyon lepődtünk, meg pedig szerintem ez megért volna egy pár oldalnyi lamentálást, hogy mégis mi legyen most ezzel, meg hogy történhetett ez, meg hogy vissza lehet-e csinálni. Kéti céljai jók voltak ezzel kapcsolatban, de közben mégsem haladtunk sehova ezzel sem. Kéti nagyon szerette volna, hogyha nem kell rászorulni a mások védelmére, se díjére, se démonére, de ezt mégsem tudta elérni, és mégis megmaradt ezen a gyerekes turcizós, makas szinten, és semmit nem ért el vele, úgyhogy ez nagyon nem tetszett. Illetve bejött Dawson szála a Védelmi Minisztériummal, ami viszont érdekes dolgokat hozott be, inkább csak a legvégén jött képbe, egyébként ezzel nem sokat haladtunk. Kétinél eléggé kikörvonalazódott ez a könyves, blogolós rész, meg vlogolós rész, és már kezdtem bele azonosulni a könyvmolysága miatt, amiatt, hogy csinál videókat, és hogy ír bejegyzéseket recenziós könyvekről, amiatt, hogy nagyon szereti a sütőtökös láttét, és hogy nem szeretne az általa olvasott béna, gyenge, főszereplő lánykákkal azonosulni. De közben mégis ennek az ellenkezője történt meg, vagy nem is tudom, teljesen negatív lett az ő karaktere, pedig mindez egy nagyon jó kiinduló alap volt, egy bedes csaj szeretett volna lenni, és egyszerűen nem azzá vált, amit ő is szeretett volna, meg amit én is szerettem volna. Úgyhogy azt kell mondjam, hogy izgalmas volt, és jó volt, és haladtunk dolgokkal, csak ez a blékes kitérő, ez nem kellett volna. Egy jó átvezető volt, és nem unatkoztam. És akkor következett az opál, amit szintén még decemberben olvastam el. Nagyon-nagyon nagy reményeket fűztem hozzá, és tényleg azonnal olvasni szerettem volna, és aztán végül elolvastam, és nagyon-nagyon sajnálom, de egy hatalmas csalódás volt. Valahogy mostanában a harmadik részek nálam csalódást okoznak. Unalmasnak tartottam ezt a részt. Három csillagot kapott az opál, és ezzel egy kicsit le is hűtöm a luxenimádatomat. Ebben a részben semmi nem történik. Megkapjuk a szerelmi szában azt, amire várunk. Szerintem annyira túlhúzta az írónő ezt a kis értelmetlen részt két és Damon kapcsolatában, hogy már nem érdekelt a harmadik részben, hogy most akkor hova jutnak, mert nem, valahogy már nem izgultam értük, már nem volt az a szikra közöttük, úgy el voltak egymással, jó, ritkán tudtak találkozni, de hogyha találkoztak, akkor abból már nem kaptunk ilyen nagyon részletes leírást, úgyhogy így teljesen elült az ő kapcsolatuk nálam, én már nem tudtam értük izgulni. Olvastam, hogy van, aki nagyon nyálasnak tartja ezt a részt, de annyira, hogy úgy fogalmazott, hogy összeragadnak a lapok, annyira nyálas az egész kéti démon szál, én ezt egyáltalán nem éreztem. Démon egyáltalán nincs azon a szinten, hogy ő nyálas legyen, Kéti meg igazából nem ezzel foglalkozott most főképpen. Folyamatosan rinyált. Az egész történet során csak azt hallgattuk, hogy ő mennyire nem szeretne embereket ölni, de mennyire megöl mégis embereket, és hogy mennyire nem tudja, hogy most mi legyen, nem tudja, hol akar tovább tanulni, nem tudja, mi legyen ez után, mit csináljon ebben a szétszakadt világában, és hogy felti az anyját, és hogy felti Démont, és az egész arról szólt, hogy Démon azt mondta, hogy két te itt maradsz, és légy szíves, ne kerülj bajba, és légy szíves, ne gyere utánunk. Míg Kéti azt mondogatta, hogy nem, Démön, én veled megyek, és Léci, te ne kerülj bajba, Léci, te maradj otthon, ne én. És végig ez ment. Próbálunk betörni itt az egyik ilyen minisztériumi helyre, és ebben a részben, ez egy nagyon pici spoiler, hogy valaki nem olvasta az előzőt, megkerült Dawson, így az ő részét követjük itt végig, végig, végig. Szintén olyan volt, hogy Dawson, ne menj utána, Dawson, ne akarj rögtön betörni mindenhova, Dawson, várjál már, amíg kitalálunk valamit, Dawson, várjál már hónapokat, amíg kitalálunk valamit, és végig ez folyt, miközben ők is tudták, hogy hasonló helyzetben ők is rögtön mennének és megmentenék a szerelmüket, mert hogy Bestről volt szó, és végig erről szólt az egész történet, hogy kiszabadítsuk Best, és nem értettem, hogy miért kell ezeket a köröket újra és újra futni, mindenki azt mondja a másiknak, hogy legyen óvatos, hogy inkább ne menjen sehova, és mindenki azt mondja a másiknak, hogy de. Amikor ugyanezt csinálja két, ugyanezt csinálja Démon, ugyanezt csinálja Dawson, és ugyanezt csinálta volna díj is, hogyha ilyen helyzetben lenne. D karaktere elment egy teljesen más irányba, amiért nem hibáztatom, de így az ő színfoltja az teljesen kikerült a képből. Voltak benne jó részek, és valahogy mégsem állt össze ez az egész, mégis untam, nem tudott beszippantani egyáltalán ez a probléma megoldós dolog, teljesen elment egy olyan irányba, ami engem nem érdekelt. A vég az jó volt, de kb. 5 oldalnyi izgalmat kaptunk, és aztán befejeződött egy függővéggel, úgyhogy most ezt egy kicsit félre rakom ezt a sorozatot. Jöjjenek most gyorsban a mesekönyvek, mert ezekről van egy külön videó, amiben Aliszkával beszélgetünk arról, hogy neki, hogy tetszettek ezek a könyvek, úgyhogy most gyorsan elmondom, hogy nekem, hogy tetszettek tőle függetlenül, és akkor tovább lépünk a többi izgalmas olvasmányra. Elolvastam és elolvastuk az Ella és a téli varást, amit a Manó könyvektől kaptunk. Ez a történet egy nagyon nagyon-nagyon szépen illusztrált történet volt, a karácsonyról szólt, egy kislányról szólt, aki valahogy nem érez motivációt idén az ünneplésre, nem tudja, hogy mihez fogjon, és ezért kap az anyukájától egy naplót, amiben lépések vannak, hogy hogyan hozza magát ünnepi hangulatba, miket csináljon. Csak aztán, amikor megoldódott ez a probléma, akkor bejött egy új probléma, milyen mesés, álmos dolog volt, és ezt nem nagyon értettem, hogy ez most mi ez a hozzátoldás, hogy most még egy kicsit tartson a kötet, úgyhogy nekem ez annyira nem volt érthető, kicsit katyvasz volt, úgyhogy ezért én négy csillagot adtam neki. Elolvastam a grinch -et amit ugye én nagyon-nagyon szeretek, és soha nem olvastam még a könyvet. Na most ez egy rímesen írt történet, de nem voltam teljesen elégedett a fordítása, néha erőltetett volt, nagyon-nagyon sokszor ismételte ugyanazt a szót, hogy kijöjjön a szótak szám, vagy nem tudom. Úgyhogy ez így nekem annyira nem jött be, nem annyira tudott magával ragadni, mint amikor a filmben rímelve beszélnek. Egyébként jók benne az illusztrációk, jó a történet, csak azt sajnálom, hogy ennyire rövid, és hogy nincs benne például szindilú, tehát, hogy itt csak a Grinch alapsztoriáról szól, gyorsan átvéve, és így ennyi. Szerintem a film annyiból jobb, hogy ezt jobban kiegészítette, részletesebb volt. Úgyhogy végül ez négy és fél csillagot kapott. Elolvastuk a Mikulás és a varázsdobot, tetszett a kis húgomnak, pedig ez egy nagyobb könyv már. De tetszett neki, ezt karácsonykor olvastam fel, és... Én meg előtte már elolvastam, mivel én ismerem az alaptörténetet. Nagyon nagyon tetszettek benne az illusztrációk, pontosan olyanok, mint a film, és az elején van karakterleírás is, illetve térkép, hogy hogy néz ki, a Mikulás faluja, és ez is nagyon-nagyon jó volt. Semmi nem volt belőle kihagyva, de mégsem volt olyan hosszú, mint a film, tehát nagyon elégedett vagyok a könyvel, persze biztos a könyv volt előbb, mint a mese, de nagyon jó volt mind a kettő, teljesen egyforma volt a kettő. És nagyon érdekelte a Liszkát, hogy Big Fitz mit kért a Mikulástól, amit senki nem tudott megfejteni. Úgyhogy tényleg jó volt, és hát így kevésbé rémisztő, mint a mese. Úgyhogy, ha kicsiknek szeretnétek ezt a mesét, akkor én inkább a könyvet ajánlom, mert a mesében vannak olyan zenék, meg maga a sámán is egy kicsit félelmetes, ami a könyvből annyira nem jön át. Öt csillagot kapott. Itt van még a kiskutyás sorozatnak a második része, a kiskutya, aki rénszarvas akart lenni. Az első részt nagyon szerettük, úgyhogy gondoltam, a második részel sem lőhetünk mellé, ezt még nem olvasta a kisugom, de én igen, és öt csillagot kapott. Ugyanolyan jó volt, mint az első rész, nagyon kis szívmelengető volt, itt szintén a kis mopsunk szeretne valami jót tenni a családjáért, így karácsony környékén, és meg szeretné keresni a Mikulást, meg szeretne rénszarvasra válni, hogy megtalálja a Mikulást, és ezen ügyködik, persze ezzel galibát okoz, de ugyanilyen aranyos történet volt, mint az első. És akkor itt van még a rajzolja egy krumplit, amit a Pagony kiadótól kaptunk, amit szintén nagyon-nagyon köszönünk. Erről is beszéltünk, már láthattok egy részletet is abból, hogy hogyan rajzolunk krumpli alapján különböző állatokat, illetve a végén embereket is nagyon-nagyon bejött nekünk ez a könyv, én mindenkivel rajzoltatok belőle, hogy lássam, hogy hogy sikerül nekik, mert annyira izgalmas, hogy mindenkinek más lesz a végeredmény. Rettenetesen tetszik nekem ez a könyv, én biztos, hogy fogok még belőle rajzolni, meg ez alapján állatokat rajzolni, úgyhogy csak ajánlani tudom. Öt csillag. És akkor van még egy könyv, amit közösen elolvastunk Alizzal, ez a süti a titkos kertben, amit pdf-ben kaptunk meg, hogy olvassuk el az írónő első könyvét és végül általam négy csillagot kapott. Ez is tetszett Aliznak, de nekem egy kicsit rövid volt. Tehát simán lehetett volna még hosszabb, és lehetett volna még benne több esemény, de annak örültem, hogy ez a titkos kertes dolog benne volt, főleg miután olvastam a titkos kertet, ez így tetszett, illetve hogy ilyen fantasztikus elemek voltak benne, amire úgy nem számítottam, és ebből szerintem tök jó ötleteket ki lehet hozni, és tudom, hogy lesz több része is, de szerintem már az első részbe is belefért volna még valami kis plusz kaland, de egyébként jó volt. Ja, és akkor még volt egy, a Hová bújtak az unikornisok, amit Végig csináltunk a ez ilyen unikornis keresgélős könyv volt, sokkal bonyolultabb volt már, mint a macskós, de tetszett neki, és velem együtt meg tudtuk találni az unikornisokat, azért elég zsúfolt helyeken kellett megtalálni őket, és alig voltak kibújva a tömegből. Volt olyan lista is, hogy mást is megtalálhatsz az oldalakon, ami szerintem külön jó, mert egyszerűen annyi minden volt egy-egy oldalon, hogy ha csak az unikornisokra koncentráltál, egy csomó minden felett elsiklottál, pedig voltak benne aranyos dolgok. Ez négy és fél csillagot kapott. És azért vontam le fél csillagot, mert volt leírás is az unikornisokról, hogy éppen ki mit csinál az adott helyszínen, és ez nem mindig volt egyenlő azzal, hogy hol vannak az unikornisok, és ez így félrevezető volt, úgyhogy kár, hogy néha nem pont ott voltak az unikornisok, ahol egy-kettőt leírt segítségnek a feladat. Na hát ennyi mesekönyvet olvastunk ebben a hónapban, ez nekünk mindig erről szól, és igazából nem bántam, mert pihentetőek voltak, nem is nagyon akartam túlzottan sokat olvasni ezen kívül, de azért mégis sikerült. A következő könyv, amit elolvastam ebben a hónapban, az a Barnum rejtély volt, ami az Ambrózibáró Báró esetei következő része. Amint megjelent, rögtön megszereztem, mert nagyon szeretem ezt a sorozatot, és nagyon kíváncsi voltam arra, hogy ez a cirkusz világ legelső és szerintem legnagyobb cirkusza Magyarországra látogat, és ennek volt alapja is cikkeket használt fel az író, ami nekem nagyon tetszett. Mert ebben a Barnum cirkusz azért mégiscsak hogy mutatkozik be, mint a legnagyobb showman filmben, amit szintén idén láttam többször is és szerettem. Tehát, hogy ez egy elég idealizált dolog volt, itt azért látunk dolgokat, hogy egy ilyen cirkusz ennyi taggal, ennyi állattal, hogy tud világkörüli turnét tenni, azért ez bonyolultabb, és azért nem minden olyan hiper-szuper barátságos, mint amennyire megmutatja a film. Úgyhogy nagyon tetszett nekem ez a rész. Maga a rejtély az annyira nem volt most nekem izgalmas, nem annyira szorongtam, hogy mi lesz a karaktereinkkel, mert hogy a cirkuszban történik a cirkuszosokkal, de érdekes volt, ahogy a Milli nyomoz, Érdekes volt Emma történetének hát viszonylagos lezárása, mert talán ezért jött létre ez a kötet, hogy Emma is kapjon valami végkifejletet. Nagyon-nagyon tetszett a friss házasság megmutatása Rihard és Millie között, ez szerintem tök jó volt. Nagyon tetszett, hogy ugyanott folytatódik a történet, ahol a szervusz világban abba hagytuk, és volt benne egy haláleset is, ami azért megérintett. Úgyhogy nekem ez is öt volt, de hát én a szervuszvilágot is imádtam, és talán az a kötet a legmegosztóbb ebben a sorozatban, és sokan nem szeretik, bár nem tudom miért, amikor ez az eszenciája ennek az egész sorozatnak a beszédmódra, meg mindenre. Úgyhogy én ezt is ajánlani tudom. Elolvastam a csodát nekemet, Koszolányi Dezsőtől, amit ugye kaptam a rendelésem mellé. Na most én azért ezt választottam, és nem Karintit, mert Karintival van rossz tapasztalatom, viszont Koszolányit imádtam gimnáziumban. És ugye ez egy gyűjtemény különböző újságokból, mindegyik történet karácsonyhoz, télhez kapcsolódik, sok benne a próza, de van benne vers is, és akkor az lenne a lényeg, hogy néhány eddig meg nem jelent történetét is olvashassuk. Nagyon sokan nem szerették ezt a könyvet, amit nem nagyon értek, mert hogy nem értem, mit várunk, hogyha ez így nem volt jó. Az biztos, hogy én is négy és fél adtam neki, de csak azért, mert az elején az egész szegény kisgyermek panaszai bele belerakták, ami szuper, csak hogy nem annyira kapcsolódik a karácsonyhoz meg a télhez, és nem mellesleg mindenki ismeri. Viszont utána volt egy karácsonyi téli verzió a szegény kisgyermek panaszaiból, az egy rövidebb dolog volt, azt tetszett. És utána jöttek a prózák, meg a további versek, amik szerintem nagyon jók voltak, a kötet második felét ezt tette ki, és én ezt is vártam ettől a kötettől, szép volt, illusztrált volt, teljesen rendben volt, úgyhogy nekem tetszett. Ezután elolvastam a Véres királynét, amit nagyon-nagyon szépen köszönök a General Press kiadónak. Ez egy történelmi regény, és csak nagyon kevés fikciós részt tartalmaz, mert az írónő célja ezzel a kötetel az, hogy miután Shakespeare bemutatta egyféleképpen, Machbetet és Lady Machbetet, ezt ő megcáfolja, mivel hát tudjuk, hogy Shakespeare sokszor hozzá költött ezekhez a történelmi személyiségekhez, és úgy gondolta az írónő, hogy amennyire tudja, kis toldásokkal, foldásokkal bemutatja Lady Machbet valódi élettörténetét. Na de, emellett, hogy bemutatta Lady Machbetet, emellett nagyon-nagyon sokat látunk Machbetből, és nagyon-nagyon sokat látunk az ellenség, feleség, részéből, tehát inkább azt mondanám, hogy két főszerepünk van ebben a történetben. Lady Macbeth egyébként Kora, és Sibyl a másik feleség, akit látunk. Nekik felváltva látjuk az élet történetét, egy fejezet Koráról, egy fejezet Sibylről, és nekem ez nagyon tetszett, mivel itt elég terebélyes családfát láthatunk az elején, és akkor itt van Sibyl, és itt van Kora. Tehát azért itt mindenkit elég rendesen megismerünk, aki még életben van, és ehhez nagyon-nagyon jó volt a váltott szemszög, mert itt két család hadakozik, és az egész ugye elkezdjük ott, hogy Skóciában játszódik, ami akkor még nem Skócia volt, hanem Alba. Ők, Skótok így hívták az országukat, hogy Alba, és aztán az angolok kezdték el Skótoknak, meg Skóciának nevezni őket és az ő területüket. Na és akkor azt látjuk, hogy Skóciában ebben az időszakban, mégpedig 1030-tól indulunk, az volt a szokás, hogy felváltva uralkodott a két vérvonal, mert két vérvonalat különböztetnek meg két uralkodótól, és ez már nagyon-nagyon régi hagyomány, viszont ezt szeretnék megszakítani. Második Malcolm király úgy dönt, hogy az ő lányának a gyermeke legyen az, aki követi őt a trónon. Na de nem ők következnének, hanem koráik, vagyis Lady Mahbeték, és az ő közös gyermekük itt indul a történet, és nagyon-nagyon sokáig láthatjuk az ő élettörténetüket. Az utolsó fejezet 1058-ban játszódik, szóval láthatjátok, hogy sok-sok-sok éven át követjük a két család történetét, a leszármazottakét, és ez nagyon-nagyon izgalmas volt nekem, amikor belelendültem, hogy kikicsoda, és figyeltem a vérvonalas térképen, akkor már minden a helyére állt, és érdekes, mert ha én követem a családfát, akkor azért azt is látom, hogy kihal meg, viszont a legvégét nem lövi le. Tehát ez gondolom, írói döntés volt, hogy azt azért nem tünteti fel a családfán. Együtt tudtam érezni a karakterekkel, tényleg nagyon véres, durva részek voltak benne, de mégis éreztem egy kis elidegenítést az írónőtől azzal, hogy több karakter szemszögén keresztül követjük az eseményeket, hogy nagyon gyors történnek az események. Na hát én nagyon nagy skócia rajongó vagyok az Outlander óta, érdekel róla minden, hogy igen, milyenek voltak a hagyományok, hogy hogyan néztek ki a területek, hogy nem voltak városok, hanem egy templom köré építkeztek általában a gazdagabbak, de hogy egyébként nagyon szétszórt volt hogy hol éltek az emberek. Szóval ezt mind megtudtuk ebből a kötetből, és ezért nekem egyáltalán nem volt unalmas. A könyv ugye azért jött létre, hogy megcáfolja Shakespeare Macbeth bemutatását és Lady Macbeth bemutatását, és ez valóban meg is történt, viszont, hogy ugye ne higgyünk el mindent, amit most leír az írónő, a legvégén készített jegyzeteket, ahol egészen pontosan leírja a történelmi jegyzetek részben, hogy mi az, amit őt oldott hozzá, mert nem tudunk róla semmit, vagy nagyon sokféle verzió létezik, hogy mi történhetett itt, és ezekből kiválasztotta azt, ami neki a legszimpatikusabb volt, mert hogy ezeket egyszerűen nem tudjuk, hogy most pontosan mi, hogy volt. És ez nagyon tetszett, hogy ezt mind így leírja, illetve azt is leírja, hogy a neveket megváltoztatta, egy kicsit könnyebben kiejthetővé tette, de lényegében mondhatjuk, hogy ez a történelmi valóságot próbálja meg visszahozni, csak regényesebb formában, és ilyenkor gondolok arra, hogy több történelmi regényt kellene olvasnom, Úgyhogy nekem ez a könyv meglepően nagyon tetszett, négy és fél csillagot kapott, és ez alapján eldöntöttem, hogy elolvasom a Mahbetet is. Mivel sajnos nekem az kimaradt Shakespeare-től, úgyhogy gondoltam, behozom a lemaradást, bepótolom ezt, és ez volt az évem legeslegutolsó olvasása, és ez a dráma, hát pontosan ugyanolyan jó volt, mint Shakespeare összes drámája, és bővebben most nem is beszélnék róla, hanem majd a klasszikusokról szóló videómban kifejtem a véleményem erről a drámáról. És akkor két kötet maradt még, az egyik a Midnight Sun, az éjféli nap, ami a nagyon-nagyon-nagyon várt alkonyatrajongók csemegéje. Ez egy 800 oldalas könyv Edward szemszögéből. Na most én ezt a könyvet előrendeltem, azért van már itt nekem, és négy nap alatt lezaráltam ezt a 800 oldalt. Egyébként összehasonlítva a trónok harcával, ez egy sokkal nagyobb alapú könyv, mint a trónok harca, és összehasonlítottam a betűi, körülbelül olyan kicsik, mint a trónokarcának, de még lehet, hogy egy picit kisebbek is. Hú! Azért ez elég komoly teljesítmény Stephanie meyer -től. Rengeteg embernek van vele problémája, akik már angolul elolvasták, mert mindenki azt mondja, hogy ez tömény szenvedés, és hát persze, hogy az, mivel Edward tömény szenvedésben éli az életét, ő egy mazohista ember, amit le is ír a könyvben, aki folyamatosan arra gondol, hogy Bellával valami történhet, Bella mennyire törékeny, neki mennyire nem kellene ezt csinálnia, és hogy el kellene mennie, ott kellene hagynia, és ez nem tudom, hogy miért volt meglepetés akárkinek, mert akik ismerik az alkonyatot, azok nagyon jól tudják, hogy még Bella szenved, folyamatosan rinyál, hogy ő Edward akar lenni, addig Edward folyamatosan rinyál, hogy ő Bellával akar lenni, de nem lehet. És hát igen, erről szól Edward élete végig. Ez a kötet egyébként ezen kívül tartalmazott mást is, de a legvégén nagyon érdekes, hogy elhinti azt, hogy a New Moon-ban majd tényleg elhagyja bellát, mert már itt ennek a kötetnek a végén is arra készül, hogy elhagyja. Na most elfogult vagyok ezzel a könyvvel kapcsolatban is, mint ahogy a beszélményi könyvvel is, mert én ezen nőttem fel, nagyon pozitív számomra ez a sorozat, és bár látom a hibáit, én most ebben a könyvben sem a hibákat kerestem, mert persze, hogy van, és persze, hogy tele van olyan dologgal, ami nekem se volt már igazán élvezetes, de én úgy értékeltem, hogy ez egy nagyon-nagyon jó nosztalgiakötet kötet volt, és igazából valószínűleg, hogyha az alkonyatláz, amit én olvasom, akkor teljesen elégedett lettem volna vele. Így most már nem éreztem annyira nagy izgalmat olvasás során, pedig azért még remény, reménykedtem, hogy fogok valami izgalmat érezni, de nem. Úgyhogy négy és fél csillagot kapott, de azért nem mondanám a legjobb könyvnek az évenben, de még a második helyzetnek sem, tehát semmiképpen ezt az alkonyathoz mérten hoztam meg ezt a csillagos döntést. Voltak benne olyan plusz részek, amik megbolygatták az eredeti sztorit, és ezek többsége nem hiszem, hogy sok mindenkinek tetszett. Legfőképpen Elis látomásai. Annyira el voltak túlozva Elis látomásai ebben a könyvben, hogy lényegében már Edward gondolatolvasási szintjén volt. Hogy abban a pillanatban meglátta az összes verziót abból, hogy mi következhet, vagy mit gondolhat, milyen döntést hozhat az adott ember, és ez nekem nem tetszett. Tehát Elis látomásaiban pont ott van a lehetőség, hogy ne tudjunk mindent előre, és legyen benne izgalom, hogy ő csak néha lát előre dolgokat, és hogy ugye az folyamatosan változik, nem pedig az, hogy ő rögtön meglátja az összes lehetőséget, és akkor abból kell leszűkíteni, hogy mi lesz végül. Mert ennyi erővel akkor őt nem lehet kicselezni semmilyen szempontból. Bella nem tud elszökni tőle. És ezen nem is sokat rugóztunk ebben a könyvben sem, hogy Bella hogy tud elszökni valakitől, aki ennyire rá van koncentrálva Bella jövőjére. És igen, azt mondja itt Stephanie Meyer, hogy csak bizonyos emberekre koncentrál, akkor csak bizonyos embereket lát, de nem. Elisza Tomásai annyira-annyira el voltak túlozva, hogy egyrészt unalmas volt ennyit erről olvasni, másrészt ez számomra kivitelezhetetlen. És még ami nagyon-nagyon idegesített ebben a szában az, hogy ezek a látomások annyira befolyásolták Edwardot, hogy konkrétan nem is Edward döntötte el, hogy mi lesz, hanem beletörődött abba, hogy ezt látta Elis. Próbált ellene harcolni, de végül is mindig úgy volt vele, hogy hát, ha Elis ezt látta, akkor ez lesz. És akkor lényegében Elis befolyásolta azt, hogy mit csináljanak az emberek és hogyan döntsenek. Itt van a tény, hogy ez a könyv 800 oldal, és akármennyire nagy rajongó maradtam, azért ott van az, hogy a dupla oldalmennyiség az alkonyathoz képest, az dupla önostorozást is jelent Edward szemszögéből. És ez azért sok volt. Hozzáveszem azt a történethez, hogy Edward nem asszik, és hogy Edward vámpír, aki sokkal gyorsabban végigpörget gondolatokat meg bármit, mint Bella, meg mint egy átlagos ember, és így jön ki a 800 oldal, de még így is azt mondtam volna, hogy ennek maximum 500 oldalasnak kellett volna lennie. Amik érdekesek voltak, a vadászós jelenetek, a családos jelenetek, Tanya és Edward jelenete, más vámpirok jelenetei, a támadó banda vezetőjének eltakarítása, ez egy érdekes száv volt, Angela és Ben összehozása, Charlie homályos gondolatai és René hasogó gondolatai. Ezek csak így felsorolásszerűen, mert nem akarom lelőni annak, aki még nem olvasta. Viszont a gondolatos részt azt ki kell emelnem. Tehát az, hogy Charlie-nak a gondolatai csak homályosan hallja Edward, tehát nem mindig tiszta, meg csak ilyen érzéseket kap el, míg René gondolatai hasonlnak, és hogy ebből lett Bella, aki teljesen néma, teljesen új gondolatmenet. Egyébként nem rossz gondolatmenet, viszont... Minden ilyen újdonságnál felmerül a kérdés, hogy ezt Edward miért nem mesélt el Bellának, miért nem osztotta meg vele ezeket az információkat, például ezt, hogy ő máshogy hallja Csárli gondolatait is, simán elmondhatta volna neki, de nem tettem, mivel akkor még nem létezett ez az információ. Illetve az, hogy ő ennyi minden titkolt bele elől, hogy ő mit csinált a háttérben, az azért elég furcsa. Ez más fényben fel Edward karakterét, miközben én úgy gondoltam, hogy Edward szinte mindent megoszt Bellával. A gránátalma egyébként meg van magyarázva, HDS és persze Póni ami szintén egy új keletű dolog. Oké, okay, ez még nem is olyan nagy baj, az Éfélin nap cím is megjelenik a könyvben, ezt már megszokhattuk Stephanie meyer ugye ő minden címet megmagyaráz. Nagyon-nagyon sokat kaptunk abból, hogy Bella mennyire titokzatos a néma gondolataival, mennyire vonza őt a vére illata, Oké, okay, ettől lett számára Bella különleges, mert ugye sokan mondják, hogy egy tök átlagos nyomorék lány, és hogy miért őt választja Edward, hát ezek miatt, száz százalék, és akkor ebből lesz végül egy szerelem. Ezekkel együtt ugye úgy is gondolja Edward, hogy Bellának fordítva van bekötve az agya, és ez még mindig rendben is van, csak azt nem értem, hogyha az is feljött gondolatmenetként, hogy a képességeik úgy alakulnak ki vámpírként, hogy egyébként is erősek voltak az emberi életükben, és azt átmentették, és felerősödött, akkor miért nem tud jól olvasni Bella arcából? Hogyha elméletileg Edward már egyébként is kitalálta mások gondolatait könnyen, emberként. Megjelent a szex témája kicsit, mert kihagyhatatlan, és hát azért reméltem, hogy ezen nem fogunk átsiklani. Szóval összességében én így képzeltem el Edwardot, én nem tudom, hogy miért csalódottak az emberek, mit vártatok, ami más lenne, tehát hogy tudjuk, hogy mozaista, tudjuk, hogy zsarnokoskodó, tudjuk, hogy bemagyarázza magának, hogy belenáll van az irányítás, miközben nála van az irányítás, de ez Bella hibája szerintem főleg. Félti és turkol őt, de ez egy nehéz helyzet, és legfőképpen egy mese, tehát nem kell ezen fennak adnunk olyan helyzetben, hogyha te halhatatlan vagy, és a másik csak egy szimpla ember, akkor természetesen eltolódnak az arányok, és nem lesz ugyanolyan a kapcsolatuk. Hát valaki dominálni fog, mégpedig az erősebb, mert ő félti jobban a másikat. Hát most ez van, ez szerintem minden fantaziban megjelenik. Szóval azt kell mondjam, hogy ez egy jó nosztalgia volt, én elveztem ezt a könyvet, de csak nagy-nagy alkonyat ajánlom. Igen, felmerült bennem is, hogy ebben a 800 oldalban akár mind a négy könyvet is láthattuk volna tömbösítve, és az lehet, hogy sokkal-sokkal érdekesebb lett volna, de az írónő azt nyilatkozta, hogy ő nem akarja azt a szenvedést, azok után, hogy ebben mennyit szenved Edward, én sem. Szóval azt a szenvedést, ami a nyomunkban végig zajlik benne, valóban én sem, illetve a Breaking Dawn-ból sem azt a részt, amikor meg akar ölni a saját gyerekét, mert az sem annyira, viszont minden más az érdekelt volna. Még Edward szemszögéből, hát kár, hogy ez csak az alkonyat. És akkor az utolsó az egerek is emberek, John steinbeck ami egy klasszikus. És úgy gondoltam, hogy ez még simán belefér az évbe is, bele is fért, és egy nagyon-nagyon rövid 102 oldalas történetről van szó, és nem tudtam igazából, hogy mire számítsak. Na most az elején nagyon megijedtem, hogy ez valami olyan lesz, ami egyáltalán nem nekem való, végül pedig mégis tetszett. Négy és fél csillagot kapott, ennek a könyvnek szerintem a legnagyobb pozitívuma az, hogy 102 oldalban olyan karakterépítést láthattam, amit azért megirigyelhetne pár író, <coughs> Sarah James, például. Ebben a kötetben megszeretjük a karaktereket, és megismerjük a karaktereket, és nem csak a két főszereplőt, hanem a többieket is, és ez nekem nagyon tetszett, mert sokkal izgalmasabb volt, és nem volt benne sok cselekmény, és mégis izgalmas volt, hogy láthatjuk a két szereplünket, Georgeot és Lenit, akik együtt vándorolnak, ők nagyon szegény társadalmi rétegbe tartoznak, munkások, akik a két kezükkel annyit keresnek meg, amennyit utána nagyjából el is költenek, és hogy ennek a társadalmi rétegnek a legnagyobb vágya az, hogy saját anyájuk legyen, saját kis földdarabbal, saját állatokkal, és hogy meg tudják teremteni a napi betevőt maguknak, és a többit el tudják adni, és így élhessenek boldogságban, békességben. És erről szól, hogy ez a munkás osztály, ezt az álmot hogyan kergeti, és főleg a két főszereplőnk, mivel hogy itt lenni egy értelmi fogyatékos, nagyon erős, nagyon nagy darab férfi, míg George egy kisebb darab, öregebb ember, aki valamilyen oknál fogva annyira megkedvelte Lenit, hogy nem bírná magára hagyni, sorsára hagyni, és ezért folyamatosan viszi magával. Leni tényleg egy ilyen gyerek szinten van, és nagyon szereti simogatni az állatokat illetve mindent, ami puha, meg szép. Folyamatos problémával küzd, egyrészt, hogy mindent elfelejt, másrészt pedig, hogy nem tudja kontrollálni a saját erejét. És ezért mindig bajba kerül, és ezért mindig meghalnak az állatai, mert véletlenül összeroppantja őket, és arról szól a történet, hogy mégis próbál George-nak segíteni, próbál jót tenni, próbál jól viselkedni, hogy végül megvalósuljon a nagy álma, méghozzá az, hogy tengeri nyulai lehessenek azon a kis tanyán, ahol Georgia fog együtt élni. Elkerülnek egy új helyre, ahol azért vannak olyan emberek, akik elég sok gondot okozhatnak, mert hát Lenit nagyon könnyű bajba keverni, hiába nem egy rossz lelkű ember, tényleg egy nagyon jó lelkű férfi. És akkor erről az új tanyán révő történetről láthatjuk a részleteket, amit nem szeretnék elárulni, mert akkor mindent el is mondtam. A vége az természetesen már az elejétől érezhető, hogy egy viszonylag tragikus vég lesz, és egy nagyon-nagyon jó molyos értékelés van az első helyen molyon erről a könyvről, ami pedig úgy szól, valahogy úgy szól, hogy 102 oldalban is lehet ilyen szívszorító történetet írni, amitől elfacsolódik a szívünk, és ennyit tudnék én is mondani erről a könyvről. Hogy a karakterépítés mellett az, hogy ennyire tragikus és ennyire megérintő a történet, azt szerintem elmondja, hogy miért lett ez egy hatalmas klasszikus. És hát ennyi lett volna az a 16 könyv, amit elolvastam ebben a hónapban. Köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót. Sziasztok!